Több ezer látogató, nagy sikerrel zárt a 6. Sörvisli Fesztivál. A biztonságos közlekedésért táblákat helyezett el a rendőrség. Napi 3 edzés készül az UFK-se az új szezonra. Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket az Orosházi Városi Televízió keddesti hírműsorában. Nézzük a részleteket! A tikkasztó meleg ellenére is több ezren látogattak ki gyopáros fürdőre július 21-én és 22-én a 6. Sörvirsli Fesztiválra. Remek koncertek, finom sörök és fergeteges hangulat jellemezte Orosháza egyik legkiemelkedőbb rendezvényét. A fesztivál kezdetén, július 21-én a melegben a kilátogatók a sátor alatt fogyasztották a söröket és a finom falatokat. Fejes Róbertné rövid beszédével kezdődött hivatalosan a 6. Sörvirsli Fesztivál. Az alpolgármester megköszönte azoknak a munkát, akik sokat dolgoztak azért, hogy a rendezvény létrejöhessen. Mindenki, aki ma ide látogat, az megtalálja a kedvére való szórakozási lehetőséget, illetve nagyon szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki itt erre a hétvégi rendezvényre segített, dolgozott. Én úgy gondolom, hogy azzal tudunk a legnagyobb hálát és köszönetet mondani ezeknek az embereknek, ha kijönnek, kijövünk, és nagyon-nagyon jól érezzük magunkat. Központi szerepet töltött be a gasztronómia is, a helyi ízekre fókuszálva. Különféle orosházi virsliket kóstolhatott a közönség, melyekhez jól esett a hideg sör. Az ország több pontjáról is érkeztek sörkülönlegességek, többek között Budapestről is. Ez egy kis házi sörpőzde. Jelen pillanatban 10 féle terméket forgalmazunk üveges formába, vagyis palackozott formába. 4 kézműves sört csapolunk, világos, szüretlen buzát, meggyest és áponyást. Az első fellépő az orosházi Jammy zenekar volt, ezután következett a rockabilly dallamokat játszó Mystery Gang. A 3 fős banda felpörgette a bulit, a színpad előtt többen táncra is perdültek. Ezután a Hooligans pontban este 10 órakor lépett a színpadra, és fergeteges bulit csapott a mintegy 5000 fős közönség legnagyobb örömére. Másnap, június 22-én sem lehetett panasz a programokra, már korán délután elkezdték a közönség szórakoztatását. Igaz, a rekkenő hőség sokakat visszarettentette attól, hogy napnyugta előtt érkezett. A koncertek sorát ezúttal Opitz Barbie nyitotta, majd este 8 órától már az este 2 sztár fellépője közül az első, a Supernem táncoltatta, pogóztatta meg a közönséget. A punk rock banda már nem először járt Orosházán. Speciálisan készülünk föl, tehát megnézzük, hogy milyen terepen játszunk. Úgy ez a listát általában. Hány watta cukor fogyott el, stb. És ahhoz képest. Tehát mi úgy szeretünk szórakozni rajtuk, ha minket körülbelül emberek is parádésan szórakoznak. Este 10-kor Majka és Curtis élő produkciója lépett színpadra, több mint 6000 fős közönség előtt. Orosháza most is régi szeretettel és rajongással fogadta visszatérő kedvenceit. A koncert végeztével hajnali 1-ig diszkózenére táncolhatott a nagy érdemű. El sem tudnánk képzelni a nyarat dinnye nélkül. Az utak mellett, a piacon, a benzinkutaknál mindenhol dinnyárusokkal találkozhatunk. Van, aki a saját portékáját kínálja, mások kereskedőként értékesítenek. Sok napsütés jutott idén az Alföldre, zamatos dinnyék közül válogathatunk. A görög dinnye kínálat és az árak elég egységesek. A piacon, boltokban 80-120 forint között mozog a dinnye kilója. Az olcsóbb vagy exportból visszamaradt túlméretes, vagy tökbeoltott fajta. Az íze azonban mindnek kitűnő. A termelők viszont még így sem járnak jól. Orosháza környékén sok helyen elverte a termést a jég, de a szerencsésebb gazdák is nagyon nyomott árat kapnak a portékájukért. A felvásárlási ára pár héttel ezelőtti 60 forintról a múlt hét elejére 20 forintra zuhant. Salla István nagykamarási őstermelő elmondta, ez már mínuszos évet eredményez. A duplája jelentene hasznot. Sokan el nem tudják képzelni, hogy mennyit kell dolgozni ebben a dinnyével. Tehát és most, hogy sajnos kialakult ez a rettenetesen gyenge ár, ez a 20 forint, 25 forint per a mai nappal a kaminos dinnyára 20-25 forint körül mozog. Tehát méltatlanul alacsony, amennyit dolgozunk vele és kilódunk. A nagybani piacon sokszor még ezen a nyomott áron sem lehet eladni a termést. Nem egy kamion, szinte telefuvarral tér vissza. A piaci szigeten árulók azt mondják, idén jóval kevesebben keresik a nyár lédús gyümölcsét, mint tavaly. Most inkább a barackot és a korán megjelent szőlőt viszik a vevők. A kistermelők pedig küszködnek, mert nem csak a munkasok, hanem az igényelhető támogatásokról sem kapnak információt.
Mi kicsik vagyunk, kistermelők van nálunk, annak sokkal nagyobbak, bizonyos támogatásokon biztos hozzájutnak, mert én tudom mikhez, tehát most hagyd ne soroljam, amiről nekem eddig fogalmam se volt, csak úgy meghallottam, hogy például lehet az alultakaróra növény környezetvédelmi támogatást igényelni, a csöpögtetőre le kéne fényképezni, tehát ezeket az információkat nekünk nem mondja senki. Se a dinnyekamarát, tehát nem kapunk körlevelet, se a, most nem bántom a falugazdászokat, ők se, de viszont egy innen nem messze egy nagyon nagy hát KFT, betéttársaság, nem tudom igazán mi, ők 101 hektáron dinnyéznek, ők ezeket mind ezekhez hozzájutnak. Sokan csak augusztusban kezdik keresni a dinnyét, mikor még olcsóbb. Lékelni néhány éve már kérésre sem lehet. Ha valaki helyben kóstolna, válasszon egy nagy, 12 kiló fölötti darabot és vágassa el. A nagyobbak amúgy is finomabbak, mondja a szakember. Aki egész dinnyét visz haza és elégedetlen a választásával, blokk ellenében becserélheti, vagy savanyúságot készíthet belőle télire. Július 21-én a déli órákban közlekedési baleset miatt riasztották a rendőrséget. A 47-es főút Orosházát elkerülő szakaszán Békés Csaba felé közlekedő személygépkocsi eddig ismeretlen okból letért az útról és az útmenti árokba hajtott. Ott fel is borult és a tetején állt meg. A balesethez kiérkező mentők az autó vezetőjét kisebb sérülésekkel szállították kórházba. A főút forgalma a helyszínelés ideje alatt félpályán zajlott és a kora délutáni órákban állt helyre. Az utóbbi időszakban számos baleset történt a Nagyszínás felé vezető úton és a Kaszaperi útkereszteződésben. Ezért a rendőrség több figyelemfelkeltő táblát helyezett el az érintett útszakaszokon július 21-én. Ilyen balesetveszélyre figyelmeztető táblákat helyezett el az orosházi rendőrkapitányság július 20-án a Nagyszénás felé vezető úton is. Az utóbbi időszakban több baleset történt ezen az útszakaszon. Mint megtudtuk, a statisztika azt mutatja, hogy ahol ilyen felhívó táblákat helyeztek ki, csökkent a balesetek száma. A Békés megyei rendőrfőkapitányság Békés megyei baleset megelőzési bizottságánál kezdeményeztük, amit ők is kezdeményeztek régebben, útszakaszokra, illetve útkereszteződésekre baleseti helyzetértékelést készítettek, és balesetveszélyes útszakasz, illetve útkereszteződés nagy transzparenseket készítettek, ezzel is felhívva a figyelmet ezeken az útszakaszokon a balesetveszélyre. A Kaszaperi úton is megszaporodtak a közúti balesetek, ezért itt is forgalomtechnikai változtatást hajtanak végre. Stop tábla lesz elhelyezve, útburkolati jelek újrafestése neonsárgára, illetve a stop tábla előjelző tábla is neonsárga háttérrel lesz kihelyezve. Itt ugye Kaszaper felől, aki érkezik, hirtelen elfogy az út, és nem állnak meg, és a szemközti kertben találta magát az autós is. Éppen ezért ezzel a sötétben is látható nagyon szép neonszínű táblával szeretnék itt is a figyelmet felhívni az útkereszteződés biztonságos megközelítésére. Az orosházi rendőrkapitányság ezeken az útszakaszokon is rendszeresen ellenőrzi a szabályok betartását. A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy saját, illetve utasaik és közlekedő partnereik biztonsága érdekében tartsák be az előírásokat, vezessenek figyelmesen. Borravaló vagy szervízdíj? Ebben a kérdésben kezdenek felmérésbe az iparkamarák azért, hogy képviselni tudják a helyi vállalkozók véleményét országos fórumokon. A téma sokakat érint és megoszlanak a vélemények, nem csak a vendégek, de a vendéglátósok között is. Jelenleg a szervízdíj alkalmazása és a borravaló is választható. Egyes éttermek, mint például a Rákóczi telepi Aranypatkó, már régen beépítették áraikba a felszolgálás díját. A mi áraink úgy vannak kialakítva, mivel a felszolgálók fix munkabérért dolgoznak, hogy az árak azok tartalmazzák az egész költséget, tehát nem kötelező az éttermünkbe borravalót adni, nem várjuk el egyáltalán a vendégeinktől. Tóth István hozzáteszi, mivel bevételük jelentős részét a menüs étkeztetés teszi ki, ahol egyébként sem jellemző a borravaló, így az esetleges kötelező felszolgálási díj csak áremelésre kényszerítené őket. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége azzal az indokkal vezetné be a becslésük szerint 5-15% közötti szervízdíjat, hogy javuljanak az ágazatra jellemző alacsony bérek. Az Alföld Gyöngye hoteligazgatója úgy véli, ebből a szempontból valóban támogatandó az elképzelés. Nyilván a vendégek mást mondanak, ők azt mondják, hogy abban az esetben, hogyha meg vannak elégedve, akkor a
borravalóval ki fogják fejezni azt, hogy ők jól érezték magukat az adott helyen. Csak legfőképpen az olyan szállásadóknál, az olyan szálláshelyeknél, mint a mi is vagyunk, hogy fix a reggeli büfé, valamint a vacsora büfé, ahol tulajdonképpen a vendég előre befizeti a csomagjában az étkezéseket, sokszor nem fogyaszt pluszt és nem iszik semmit, és innentől kezdve tulajdonképpen nulla a borra való a dolgozóink felé. A béremelés mellett nem titkolt szándék az ágazat további fehérítése sem, hiszen a borra való bevallása önkéntes, ellenőrizni szinte lehetetlen, sokan nem is adóznak utána. A témával kapcsolatban a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara is begyűjti a véleményeket. A titkárság kukac@bmkik.hu e-mail címre várják őket legkésőbb 2017. augusztus 8-áig. Még mindig várják a javaslatokat Orosháza arculati kézikönyvéhez. A múlt kedden megtartott lakossági fórumon konkrét javaslat nem érkezett, de július 30-ig még bárki leadhatja észrevételét, hogy szerintem melyek azok a házak, terek, építészeti sajátosságok, melyek Orosházát jellemzik. Egy napsugaras homlokzatú parasztház, a vasútállomás épülete, a Földhivatal, a Kútmúzeum, az Ady Endre utca 14 nemrég felújított polgári háza. Mi a közös bennük? Ezek már most is védett épületei Orosházának, mivel olyan építészeti motívumokat, stílusjegyeket hordoznak, amelyek jellegzetességei a városnak. Az új település arculati kézikönyv összeállítása most lehetőséget teremt, hogy a lakók kiegészítsék ezt az értéktárat. Július 30-ig lehet benyújtani a javaslatokat a polgármesteri hivatalhoz személyesen, levélben vagy e-mailben arra, hogy ön mire büszke Orosházán, mitől szerethető ez a város. És ez nem csak épület lehet, hanem egy fa, park, szobor vagy hagyomány is. De ne keverjük össze a mostani leltárt a műemlékvédelemmel. Több műemlék található a városban, tehát például jellemzően ezek a templomok és egyéb kiemelt épületek, a védett épületek jellemzően ilyen polgárházak találhatók, de több mint 100 védett épületünk van jelenleg is. A július 18-án megtartott lakossági fórumon megjelentek közül volt, aki a városi tanúszodát szeretné a régi Diana fürdőhelyén látni, mások arra hívták fel a főépítész figyelmét, hogy új temetőre lenne szükség. Az arculati jellegzetességekre vonatkozóan javaslat nem érkezett. Pedig abban a kérdésben is kíváncsiak a rendeletalkotók a lakosság véleményére, hogy mennyire engednének teret a reklámoknak, és szeretnék-e, hogy a magántulajdonban lévő védett épületek felújítására is lehessen pályázni. A tavalyi pénz alapból a víztorony és az evangélikus lelkész lakrendbetételét támogatta a város. A település arculati kézikönyvet egy törvényi rendelkezés miatt kell újraírni. A cél, hogy olyan iránymutatót állítsanak össze, ami az értékek megőrzésében és az újépítésű házak tervezésében a szakembereket és a magánembereket egyaránt segíti. Elindult a felkészülés az OFKSF felnőtt csapatánál. NB1-es férfi kézilabdázóink múlt csütörtökön kezdtek, a hétvégén már egy csapat összetartás szerepelt a programban. A Budai Dániel vezette gárda célja, megismételni a tavalyi jó szereplést. Ebben bíznak a szurkolók is, akik az első edzésen dobszóval, tapssal köszöntötték a játékosokat. A felkészülés első körei múlt csütörtökön az Ötvös iskola sportudvarán. Élvonalbeli férfi kézilabda csapatunk a kánikulában 30 perces futással indította az új szezont. Budai Dániel irányításával péntektől napi 3 edzés szerepel az UFKSA programjában, emellett lesznek felkészülési mérkőzések és tornák hazai rendezésben is. Napi 3 edzések várhatóak, ez holnaptól indul, és gyakorlatilag egy 2-3 hétig biztos, hogy tartani fog, és utána fokozatosan kevesebb edzés lesz, viszont intenzívebb, egyre többet majd a labda is előkerül, és akkor a taktikai, technikai dolgokat is be fogjuk iktatni, szépen fokozatosan, tehát nem mondom, hogy rengeteg időnk van, de van időnk arra, hogy mindent szépen végigcsináljunk. A keretben történt számos változás, távozott Komporáj Attila, Tárkányi Bence, Miklós Gergő és Olá Tamás. Az érkezők oldalán találjuk a régi új orosházi játékost, Stranig Jánost és Gyene Norbertet, illetve új csapattag az irányító átlövő Mihály Zsolt is. A felnőtt csapatta lesz több fiatal tehetség, Majdán Márk, Zalai Csanád, Bella Csaba és Kis Axel. Milyen újra itthon, bár még csak 30-35 perc? Nagyon jó a hangulat, a srácoknak a többségét már alapból ismerem, úgyhogy mintha hazajöttem volna. Az OFKSE szakemberei a célokról még óvatosan fogalmaznak. A csapat cél megismételni a tavalyi jó szereplést, amikor is 7. lett a gárda.
A cél a felkészülésre az, hogy túléljük, de mindenféleképpen szerintem jól össze van rakva. Szerintem nagyon jó állapotban leszünk, kicsit megváltoztatjuk a taktikákat is, kicsit gyorsabb játék lesz, ezért kell az energia. A felkészülési program szerint augusztus 4-én lesz az első előkészületi mérkőzés Cegléden, a hazai rendezésű üvegvilágkupát pedig augusztus 25-e és 27-e között tartják a városi sportcsarnokban. Az NB1-es férfi kézilabda szezon a szeptember 10-i hétvégén startol, Egerben kezd majd az orosházi férfi kézilabda csapat. Több ezer látogató, nagy sikerrel zárt a 6. Sörvisli Fesztivál. A biztonságos közlekedésért táblákat helyezett el a rendőrség. Napi 3 edzés készül az UFK-se az új szezonra. Önök az Orosházi Városi Televízió keddesti hírműsorát látták. Híradóval legközelebb pénteken jelentkezünk. Munkatársaim nevében megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!